Megtombol a nyári kánikula, de napról napra közelebb az időszak, amikor újra el kell indítani a lakások fűtéseit. Ez pedig veszélyes lehet, ha a szakemberek előzetesen nem nézték át a kémét és az elvezető rendszert. A szolgáltatás évek óta ingyenesen érhető el a lakosság számára. Fizetni csak akkor kell, ha az ingatlanba egy cég is be van jelentve. A vizsgálatot kérni kell telefonon a 1818-as számon, online a katasztrófavédelem honlapján, vagy személyesen a Szekszárdi Tűzoltóság Mikes utcai telephelyén. Sokszor a tulajdonos úgy gondolja, hogy az a kémény már ott volt akkor, amikor ő megvette a házat adott esetben, de a jogszabály azt fogalmazza meg, hogy a kéményeket legalább 30 évente fölül kell vizsgálni, és újra a jogszabályban, érvénybe levő jogszabálynak megfelelően átépíteni, vagy átalakítani. Erre megvannak a lehetőségek, kéménybérelések, új kémények építése. Ebben mindben tudunk segíteni, szaktanácsadással természetesen, hogy melyik, nem azt mondom, hogy jogosult, tehát melyik érett meg arra, hogy ki kéne váltani azt a kéményt. A legnagyobb gond az öregházakkal van. Régebben ugyanis gyakorta használtak fagerendákat a kémények közvetlen közelében, de az ebből az anyagból készült takaróburkolatok sem ritkák, ezek pedig könnyen okozhatnak tüzet. Régen egy cserepet raktak mellé, amit besároztak, az ugye az idők során onnan elkopott, letöredezett, és ez a legnagyobb veszély, mert ezt nem lehet látni. Tehát sok esetben csak kikövetkeztetni tudjuk, ugye megvannak rá a módszerek, hogy ezt hogy lehet látni, ezt a kéményseprőink tudják, és föl tudják világosítani a tulajdonost arra. Tolna vármegyében egyébként idén eddig 16 kéménytűz miatt vonultak a tűzoltók.